korhatár nélkül megtekinthető. Fú, azt a mindenit, de sötét van itt. Ez itt az Egy kupac kufli című mese legeleje. Juhú, kezdődik! Pattog egy pap, nem, nem, hogy kavics. Nem, jönnek meg egy se nem kifli, se nem kukac. Simán kufli, hogy ezt mondogass. Kufli, kufli, pattognak, mint egy labda. Ugrálnak, mint egy bolha. Színesek és csíkosak, mint egy szivárványos gyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony dagi, és olyan, aki néha csuplik. Heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. Egy kupac az elhagyatott réten. Van valahol egy elhagyatott rét. A rét közepén áll egy kupac. Szerény és egyszerű kupac, mint meg annyi más kupac a földkerekén. Vagyis csak majdnem. Mert ebben a kupacban 7 kufli lakik. Zödön, Pofánka, Titus, Hilda, Valér, Béla Bá, meg Fityérc. Így hívják őket. Zödön a legzöldebb, Pofánka a legpirosabb, Titus a legsárgább, Hilda a leglilább, Valér a legkékebb, Béla Bá a legbarnább, Fityérc meg a legszürkébb, mert annak is lennie kell valakinek. Egykoron a kupac üres volt. Nem lakott benne egyetlen kufli sem. Körben a réten dúsan nőtt a vadzab, a vacsóska, a vacspenót, a vadmarcipán, a vadkavics, a vadradír, meg más hasonló növények. Minden aztán egy éjjel, mikor éppen dühötten süvített a termesztő északi szél, egy csapat didergő kufli tűnt fel a láthatáron. Valószínűleg túl régóta vándoroltak már ebben a rémes időben. Egyáltalán nem csoda hát, hogy megörültek a kupacnak. Végre volt egy hely, ahol meghúzhatják magukat. Egyikük még néhány száraz faágat is talált, amiből tüzet tudtak rakni. Legalább megsütjük rajta a krumplinkat, gondolták a kuflik. Ez az egy dolog volt náluk, egy jó nagy krumpli, semmi egyéb. Mikor elaludtak, álmukban boldogan kergetőztek a napsütött teréten. Reggelre kelve aztán eldöntötték. Nem mennek innen tovább egy tapottat sem, mert ezentúl ez lesz az otthonuk. A kuflik többször is körbeugrálták, és minden oldalról jó alaposan megnézték a kupacot. Mindenhonnan nagyon tetszett nekik. Kiváló kupac, pont nekünk való! Kiáltották boldogan. Rögtön elő is vették a zsebásóikat, hogy magához lássanak. Ja, igen, mert zsebásó is volt náluk, ezt elfelejtettem mondani. Egy kuflinál mindig kell, hogy legyen zsebásó, amivel szükség esetén kufli üreget tud ásni magának. Egy kényelmes kufli üreg körülbelül ekkora. Hiszen nem csak a kuflinak kell elférnie benne, hanem, ha úgy adódik, mindenféle egyéb dolognak is. Azzal dolgozni kezdtek. Eleinte mindannyian egyformán jól haladtak az ásással. Na jó, Zödön egy kicsikét gyorsabban, mert ő volt a legerősebb. Béla Bá meg talán egy icipicit lassabban, mert ő meg a legöregebb volt. Ne ássunk egy kicsit helyetted, kérdezték tőle a többiek.
Ugyan már, hová gondoltak? Tiltakozott Béla bá, de azért jól esett neki, hogy megkérdezték. Délutánra járt, mire elkészültek. A kupac tele volt szebbnél szebb kufli üregekkel. A legnagyobbat Zödön ásta, a legkisebbet meg Pofánka. A legkerekebbet Hilda, a legszögletesebbet Titusz. A legegyenesebbet Valér, a leggörbébbet Béla bá. Fityircé meg mindegyikére hasonlított egy kicsit. Olyan lett a kupac, mint egy nagy, csupaluk sajt. Már csak az ajtók hiányoztak. Falevélből lehet a legjobb ajtót készíteni egy kufli üreg bejáratára. Na persze, nem mindegy, hogy milyen az a levél. Az se jó, ha túl kicsi, az se jó, ha túl nagy, az se jó, ha túl hullámos, az se jó, ha túl cikcakkos. Ha meg szúrós, na, az végképp nem az igazi. Szerencsére az elhagyatott réten nőtt mindenféle érdekes növény. Így aztán nem csoda, hogy rövid keresés után mindegyik kufli talált olyan levelet, ami pont illet az ürege bejáratára. Még figyelj is! A mindenit! Bólogattak elismerően. Szemrevaló kufli kupac lett, az már biztos. Lassan bealkonyodott. Nagyon szép volt innen az elhagyatott rét. Milyen más így? A saját kupacunkról nézve, gondolták a kuflik. És ebben bizony igazuk volt. Aztán az égen felhunyorogtak a kíváncsi csillagok, mert leszállt az est. Sose együnk gombát reggelire. Pompás nyári reggel volt. Az égen, mint egy óriási, jókedvű sütemény mosolygott a nap. Erről a kufliknak rögtön eszünkbe jutott, hogy mennyire éhesek. Nincs itt valahol egy büfé? Kérdezte Zödön álmos hangon. Ez egy elhagyatott rét. Emlékeztette Fityirc. Magunknak kell ennivalót keresnünk. Elmegyek gombát szedni. Ugrott fel Pofánka. A többieknek azonnal megtetszett az ötlet. Mindannyian szívesebben pihentek még egy keveset a langyos napsütésben, semhogy a réten csatangoljanak föl alá, és gombákat keresgéljenek a harmatos fűben. Kiváló gombászó idő volt. Se nem túl felhős, se nem túl napsütéses. Nem is füllett, de nem is túl szeles. Nyírkosnak sem nyírkos, de nem is szárazabb a kelleténél. Egy szóval, jó idő volt, na! Alig ugrándozott egy keveset, Pofánka már is észrevett a fűben néhány gyönyörű, színes kalap gombát. Jaj, de jó! Kiáltott boldogan, és már nyúlt is volna az egyikért, hogy leszedje. Vigyázz velem! Szólalt meg ekkor a gomba. Varázsgomba vagyok. Ha eszel belőlem, mókus alakú léggömbé változol. Nem hiszem, mondta Pofánka. Próbáld ki! Vonta meg vállát a gomba. A gombáknak nincs is válluk, gondolta Pofánka, azzal beleharapott a gomba kalapjába. Közben a többi kufli egyre éhesebb lett. Hol lehet Pofánka? Kérdezgették egymást aggodalmasan. Megnézem, nem történt-e vele valami baj? Mondta végül Titusz. És így is tett. Igen ám, de hasztalan ugrált fel alá az elhagyatott réten Pofánka, nem találta sehol. Szia! Nem láttál erre felé egy gombászó kuflilát? Kérdezte egy rét felett lebegő, hatalmas piros mókustól. Én vagyok az! Válaszolta a mókus.
Egyáltalán nem vagy vicces, mondta bosszúsan Titus. Nem tréfa, tényleg ő az? Szólalt meg ekkor egy gomba a fű közül. Evett a kalapomból, ezért változott léggömbé. Hamarosan visszaváltozik, legyintett a gomba könnyedén. Csak egészen keveset evett belőlem. Úgy látszik, más reggeli után kell néznünk, állapította meg Titus szomorúan. Megfogta hát a léggömb zsinórját, és tovább ugrándozott a harmatos fűben. Hirtelen megtorpant egy táblánál, ami nagy betűkkel ez állt. A rét közepe. Nézz körül, pofánka! Hát, ha fentről meglátsz valamit, amivel megtömhetjük a hasunkat. Pofánka lippent egyet, és körbe pillantott. A következőket látta. Jobbra egy csomó zöldellő vacsóska bokor, balra egy sárga vadrépaföld. A láthatáron barna vadzabot lengett a szél. Ha erre nézett, égszínkék vadkrumpli cserjék. Ha arra nézett, két pirosló vadalmafa. Hátrafordult, egészen közel érett vadmarcipánok lilulnak. A távolban meg! Na, ott történetesen nem volt semmi érdekes. Hazám, de ebben a pillanatban pofánka csiribá! Visszaváltozott kuflivá. Még szerencse, hogy volt időm körülnézni, mondta, miután szuszogva feltápászkodott a harmatos fűből. Azzal siettek is, hogy megvigyék a jó hírt éhes barátaiknak. Vacsóska? Vadrépa? Vadzab? Vadkrumpli? Vadalma? Vadmarcipán? Kiáltozták elképedve. Pofánka gyorsan elővette féltve őrzött zsírkréta készletét, és lerajzolta nekik, hogy mit látott odaföntről. Egész ügyes rajz lett, úgyhogy most már az összes kufli tudta, merre induljon reggelizni. Zödön a vacsós kabokról felé. Titus a vadrépa földre, Béla bá oda, ahol vadzabot lengett a szél, Valér a vadkrumpli ligetbe, Hilda a vadalmafákhoz. Pofánka meg, nos, ő oda, ahol a vadmarcipán terem. Ja, és fityírc meg sorban az összes helyre, mert hogy mindegyiket meg akarta kóstolni. Az összes kufli talált hát valami fogára valót. Nem csoda, hogy mindannyian degeszre ették magukat. Csak hevertek a fűben a kupac körül, és szuszogtak elégedetten. Nem volt kérdés, hogy egész nap ez lesz a program. Heverészés, megszuszokás. Így aztán sok mesélnivaló már nincs is erről a napról. Talán csak annyi, hogy pofánka megígérte nekik, mindenkinek lemásolja majd a rajzát kicsiben, hogy tudják, mit merre találnak, ha ismét megéheznének. Ez legkésőbb kora délutánra volt várható. De aztán tényleg nem volt más. Csak lustálkodás. Napestig. Pofánka, légy szíves, azt is rajzold rá. Hol teremnek a varázsgombák? Az igazi fák sosem horkolnak. Az elhagyatott réten szerdánként van a bujócskázás világnapja. Persze csak azokon a szerdákon, amikor mindenkinek van kedve hozzá. Na, ez pont egy ilyen szerda. 10-ig számolok, aztán megkereslek benneteket, mondta a többieknek Valér, mert éppen ő volt a hunyó. Zödön, Titus, Pofánka, Hilda, Fityirc, meg Béla bá gyorsan elindult hát búvóhelyet keresni. Egy! Zödön gyorsan eltűnt egy foltos lepénybokor rejtekében. Titus a sárga mészköpő fűben keresett menedéket. Kettő! Pofánka bemászott egy nagy réti zselé cserje mögé, Hilda megpróbált olyan lenni, mint egy vadpadlizsán. Három! Fityirc pedig a csőlakó kavics kukacok között igyekezett észrevétlenné válni. Négy! Már csak szegény Béla bá állt tanácstalanul az elhagyatott réten. Hová bújjak, hová bújjak? Tépelődött magában. Öt! Szerinted mihez hasonlítok a legjobban? Kérdezte egy arra szögdécselő lábos csigától. Hát, lássuk csak.
Inkább talán egy öreg kiszáradt fára emlékeztetsz. Valami kedvesebb is eszedbe juthatott volna. Sóhajtott Béla bá. De azért köszönöm a segítséget. Hat! A csiga elhúzott egy dúsan termő mezei csipeszbokor felé. Béla bá pedig gondolkodni kezdett, mit csináljon, hogy tényleg úgy nézzen ki, mint egy öreg fa. Három ötlete támadt. Rövid töprengés után a másodikat választotta közülük. Keresett is gyorsan egy megfelelő ligetet. Ha ügyes leszek, így biztos nem talál meg valér, gondolta. Aztán megpróbált úgy csinálni, mintha egy volna az árnyas kis liget fái közül. Hét! Nyolc! Nem bírom a szerdákat. Szétmegy a fejem átől a hangzavartól. 9 és 10. Fejezte be Valér gyorsan a számolást, mert nem szívesen vitatkozott varázsgombákkal. Aki bújt, aki nem, megyek! Borzasztó! Először pofánkát találta meg, aztán zödön, majd Tituszt, és Hildát. Legutoljára pedig mit értek? Csak Béla bá nem volt sehol. Elég fárasztó dolog fának lenni, gondolta közben Béla bá ligetben, mert már is kezdtek elzsibbadni a karjai. Nagyot ásított, aztán váratlanul álomba merült. Álmában igazi fa volt. Mindenfelé friss levelek zöldeltek rajta. Az odujában egy vicsor mókus lakott, ágai között pedig egy öreg borosta pók szövögette hálóját. Göcsörtös gyökerei alatt egy szőrmók vakarc, ráncos kérgén pedig néhány recskeszú, más néven pohos résbogár vert tanyát. Úgy érezte magát, mintha egy nagy ház lenne, sok boldog lakóval. Amikor túl meleg volt, árnyékot adott lakóinak. Ha meg éppen esett az eső, lombja alatt keresett menedéket az elhagyatott rét sok-sok lakója. Egy napon aztán egy kék tollú nyihánc költözött a lombjában megbúvó fészekbe. Megvagy! Milyen kár! Mondta álmos hangon Béla bá. Már éppen kezdtem elhinni, hogy igazi fa vagyok. Igen ám, csak hogy az igazi fák sosem horkolnak. Tőled meg visszhangzott az egész elhagyatott rét. Hazafelé menet Béla bá elmesélte a többieknek a vicsormókust, a borostapókot, a szőrmókvakarcot, a recskeszúkat, meg a kék tollú nyiháncot is. Lehet, hogy álmunkban sokkal érdekesebb volna bujócskázni, mondta Valér. De jó, akkor én igazi vadpadlizsán lehetnék. Ábrándozott Hilda. Szerintem rögtön ki is próbálhatnánk. Ásított zödön. Elég fáradtak voltak, így ezzel az ötlettel mindenki egyetértett. Le is heveredtek mind a finom napsütötte fűbe. Ki lesz a hunyó? Kérdezte pofánka. Aki legelőször elalszik, mondta Titusz, azzal lehunyta a szemét. A többiek sietve követték a példáját. Talán mondanom sem kell, kisvártatva az összes kufli édes deden aludt. Aztán már csak a nap bujócskázott odafent a felhők között. Eltűnt, felbukkant, eltűnt, felbukkant, újra és újra, míg a bujócskázás világnapja egyszer csak véget nem ért. Jaj, jaj, de fáj a fejem, biztos mindjárt ásni fog az eső. A kuflik és a nagy eső. Ez a nap is úgy kezdődött, mint a többi. A kuflik gondtalanul heverésztek kupacuk napsütötte tetején.
esni fog, állapította meg Béla bá. Ugyan már? Legyintettek a többiek. Hé! Végül Béla bának lett igaza. Csöpögni kezdett az eső, majd zuhogni. Aztán pedig már úgy ömlött a víz az égből, mintha egyszerre legalább 1000 csapot nyitottak volna ki a felhők felé. Biztos véget ér nem sokára ez az eső, gondolták bizakodva. De sajnos nem így történt. Az esőnek esze ágában sem volt abba hagyni, a tócsák pedig egyre nagyobbra lőttek. Az elhagyatott rét lassan olyan lett akár egy hatalmas tó. A kupac pedig mint egy magányos sziget a tó közepén. Mi lesz így velünk? Kérdezgették egymástól rémülten a kuflik. Volt is ok az aggodalomra. A víz egyre jobban emelkedett a kupac körül. Először Béla bá üregét öntött el, utána Zödönét, és Fityircét is. Aztán meg olyan szegény Hildáit. Igen ám, de délutára Titus és Valér üregébe is befolyt a víz. Szerencséd van, hogy ilyen magasra költöztél, mondták a kuflik pofánkának. Ekkor már csak egy egészen kicsi hely volt a kupac legtetején. Gyorsan elő is vették praktikus zsebernyőiket. Hildáé lila volt kék csíkokkal, pofánkáé rózsaszín és piros pöttyös, Titusé sárga csíkos, Zödöné zöld lila mintás, Béla báé barna kockás, Valéré kék és piros, Fityircé meg. Nos, az övé olyan mindenféle színű. Így álltak fent a kupac tetején titelegve. Attól félek, nem maradhatunk tovább, kedves kupacunkon, sóhajtott Hilda. Valami szárazabb helyet kell keresnünk magunknak. Jaj, nekünk, siránkozott Fityirc, hiszen nem is tudunk úszni. Nem is kell, mutatott ekkor a vízre Titus. Evezni fogunk. És valóban, a hullámok egy csomó érdekes csónaknak való dolgot sodortak a közelükbe. Szerencsére mindegyik kufli talált köztük magának valót. Rövid keresgélés után még Fityirc is. Vízre szálltak hát. Szomorúan búcsút intettek elárasztott kupacuknak, aztán evezni kezdtek. Ahogy végignéztek a tóvá változott réten, látták, hogy nincsenek egyedül. Mások sem jártak sokkal szerencsésebben, mint ők. Hová, hová, cimborák! Kiáltott oda nekik ekkor egy idős, ám derűs kedélyű vízipatkány. Új kupacot keresünk magunknak, válaszolta neki Titus. A régi teljesen elárasztotta a víz. Tudhatátok, hogy nincs több kupac az elhagyatott réten, mondta a vízipatkány. Gyertek inkább, segítsetek kihúzni a dugaszt. A kuflik értetlenül bámultak rá. Ha megtelik vízzel a rét, a dugaszt ki kell húzni a nagy kerek lefolyóból. És akkor hip-hop, eltűnik a víz, magyarázta a patkány. Ennyi az egész, értitek, mint egy kádban. Szerintetek látott már valaha is kádat ez a patkány? Kérdezte suttogva pofánka. Nem úgy néz ki, mint aki gyakran fürdik. Ha látott, ha nem, nincs mit tenni. Vele kell tartanunk, mondta meg a vállát Titus. Így is tettek. A patkány kis csónakával hol jobbra, hol balra kanyargott a vízen. Olyan gyorsan evezett, hogy a kuflik alig bírtak a nyomában maradni. Hoppá! Kiáltott fel egyszer csak a patkány. Alig, hanem megérkeztünk. És most mi lesz? Kérdezte óvatosan Fityirc. Mi lenne? Kihúzzátok a dugaszt, mondta a vízipatkány. A legerősebb fogja a láncot, a többiek meg segítenek neki. Mindenki Zödönre pillantott. És te mit csinálsz? Fordult Valér a vízipatkányhoz. Én majd vezényelek. Ahhoz ész is kell, nem csak erő. Háromra kezdhetitek. Egy, kettő, három. A kuflik teljes erőből neki veselkedtek. Megmenekültünk, éjjeneztek a kuflik. Alig várták, hogy újra lássák kedves kupacukat. Sietve elköszöntek a vízipatkánytól, és útra keltek. Bocsi! Mire hazaértek, tetőtől talpig sárosak lettek mindannyian. Sárosak, de boldogok. Lesz mit takarítanunk? Nézett körbe Hilda a kupac tetején. A kuflik kihordták elázott holmiaikat a kufli üregekből. Béla bá a mojlágta nyakkendőit, Zödön a szotyola héjjal töltött gyógypárnáit, Pofánka pedig a kukac mintás sejemlegyezőjét.
Hilda a vicces színű művirágait, Titus a villamos jegygyűjteményét, Valér egy furcsa alakú dobozt, amiben egyszer szeretett volna majd tartani valamit, Fityirc pedig egy fél pár csíkos frotírzoknit, mivel egyebben nem volt. Vagy mégis? Mindent kiraktak a napra, hogy jó gyorsan megszáradjon. Aztán maguk is elheveredtek a kupac oldalán, hogy átjárja őket a napmelege. Minden olyan, mint reggel, csak mégsem, állapította meg Pofánka. Meg mi egyéb? Dörmögte Zödön. És ez annyira igaz volt, hogy többet már nem is mondott senki aznap délután. Én vagyok a világ első beszélő hópelye. Tudjuk, már mondtad. Ahol a jó bogyóterem. Szép napsütéses nyár elejé délután volt. A kup... illetve nem. Elnézést. Borús téli reggel volt. Nagy pelyhekben hullott a hó a rétre a szürke, pocakos felhőkből. A kupacról még elhagyatottabbnak tetszett a rét, mint máskor. Ilyenkor télen alig történik valami érdekes. Ha unatkozol, igazán elkísérhetnél jó bogyót gyűjteni? Már megint elfogyott. Mit tegyünk, ha télen mindenki azt rákcsálja? Jól van, na. Már is hozom a szánkómat. A hó vidáman ropogott, ahogy Titus nagyokat szökkenve húzta maga után a szánt. Nem sokára egy zölden világító közlekedési lámpához értek. Látod? Már itt is vagyunk. De hogy kerül ide ez a lámpa? Hogy kerül ide bármi is? Ugye, nem jó bogyóért jöttetek. Szólalt meg ekkor valaki a lámpa tövéből. Titus még sohasem látta az illetőt. Ja. Zöld, ilyenkor szabad szünetelni, vagy nem? Elfelejtettem sárgára állítani. Épp evédelni készültem. De ma egyébként is fejtörős nap van. Az mit jelent? Csak azt hetett jó bogyót, aki megold egy fejtörőt. Ez a mai. Tálcán sáskám táncát látván, kátrány, hány lánybárány hányt rám. Az említett lánybárányok feketék, tehát kettő. Felébe is. Akkor hát jó bogyószedést. Azzal eltűnt, mint nyúl a cilinderben. Honnan tudtad a megoldást? Ez egyike a híres, teljesen értelmetlen fejtörőknek. Bármit válaszolhattam volna rá. Még szerencsé, hogy eljöttél velem. Én biztos megpróbáltam volna megoldani. Hol van itt jó bogyó? Épp mellett állunk, mondta Pofánka, és lerázta a havat egy alacsony bokorról. Ahhoz képest, hogy elhagyatott, elég fura dolgok esnek meg ezen a réten. Na látod? Mehetnénk is. Felrakták a teli szatyrot a szára, és elindultak. A szél közben nagy kupacokba hordta a havat. Ajjaj! Vajon ebből a sok egyforma kupacból melyik a miénk? Szerintem az ott. Mikor odaértek, Titus vállára kapta a jóbogyós szatyrot, és elkezdett felfelé mászni a kupac oldalán. Hé! Mit csinálsz? Összerontod a hóteknősünket. Elnézést, azt hittük, ez a kuflikupacunk. Hogy lehet összetéveszteni egy kupacot egy hóteknőssel? Talán mert mindkettőnek egyformán kupac alakja van. Látom, semmi érzéketek a művészethez. Titus és Pofánka tovább mentek. Megvan, ez lesz az. Állj! Hozzá ne merj nyúlni a hógolyó gyűjteményemhez! Ne izélj! Ez itt csak egy kupac! Nem kupac, hanem 5371 hógolyó! Egytől egyig én gyúrtam őket! Akkor is kupacnak látszik! Mert álcáztam őket! De nem adok belőle egyetlen egyet sem! Értitek? Ne is álmodjatok róla! Bármikor gyúrunk magunknak saját gyűjteményt.
legyintett Titus, azzal fogta a szán zsinórját, és magában füstölögve tovább indult. Nem érgelődj! A hörcsögök már csak ilyenek. Ekkor egy újabb, kisebb kupachoz értek. Elmászom rá! Hát, ha fentről meglátom a mi kupacunkat! Nem látok semmit! Olyan sűrűn hullik a hó! Ekkor váratlanul megmozdult alatt a kupac. Segítség! Miben segítsek? Te meg hogy kerülsz ide? Leültem ide, és azon töprengtem, vajon mikor jöttök meg végre? Közben úgy tűnik, kicsit belepett a hó. Töprengtél? Ha nincs kézni rágcsálni való jó bogyó, előfordul. Hoztunk egy nagy szatyorral! Csak visszajövet, nem találtuk a kupacunkat. Itt van néhány lépésnyire. Gyertek! Kisvártatva Pofánka és Titus ott állt barátai között a kufli kupac tetején. Nagy volt az öröm! Miközben rágcsálni kezdtek, Titus elmesélte a többieknek az ötszemű bogyóőr teljesen értelmetlen fejtörőjét. Pompás! Igazán ideje volna, hogy rendezzünk egy teljesen értelmetlen vetélkedőt az elhagyatott réten. Ez nagyon tetszett a kufliknak, de mivel elég hideg volt már, a részletek megbeszélését másnapra halasztották. Most inkább mindenki hazament melegedni a saját kufli üregébe. A kupac elcsendesedett. A Titus szánkója körül szétdobált jóbogyó héjakat lassan belepte a hó. Hé, ez fájhatott! Jaj, de izgatott vagyok! Mindjárt kezdődik a jelmezverseny! Szerintem mindenki legyen kufli. Napfényes, békés reggel volt, mint a legtöbb reggel az elhagyatott réten. Nektek is feltűnt már, hogy minden történetünk pont ugyanúgy kezdődik? Csak heverészünk itt, aztán egyszer csak történik valami. Vajon most mi fog? Na tessék! Hú, de messze laktak kuflik! De messze laktak kuflik! Mármint honnan messze? Annam! Mutatott a lókutya valahová távolba. A látóhatártól mindenki messze lakik. Mi járatban vagy cimbora? Kedves kuflik! Megvagy, csak hívva! Zilveszteri jelmezmez bálba. A rétkő zepére varrunk. Jelmezmezekbe gyertek. Mamma! Zene, tantz, víg, alom. Aláírás. Rét lakik, kók. Te ezt érted? Azt hiszem, szilveszteri jelmezbálba hívnak minket a rét lakik. Vagy lakók. Szilveszteri? De hiszem, mindjárt itt a nyár. Nem arog, Fityic. Inkább örül, hogy meghívtak. Köszönjük, hogy gondoltatok rá. Viszlát a bálban. De honnan szerzünk jelmezeket? Mindenki nézzen körül otthon. Hát, ha előkerül néhány. Néhány mi? Hát... Azt sosem lehet tudni. Csak tudnám, hogyan került hozzánk ennyi kacat? Értetlenkedett Pofánka. Ezt hívják a kacatok titkos vándorlását. Mindennapos dolog, bár keveset tudnak róla. Elég unalmas kacatnak lenni. Ezért aztán éjszakánként a kacatok útra kelnek, hogy világot lássanak. Honnan tudod mindezt? Annak idején évekig leveleztem egy fél pár zoknival. Ő sokat mesélt ezekről a dolgokról. Ha nem volnék kufli, biztos, hogy kacat szeretnék lenni.
Igen ám, csak hogy most inkább a jelmezekkel kéne foglalkoznunk. A következőket találták. Hilda egy rozzant esernyőt, Valér három üres konzervdobozt, Zödön egy lukas gumilabdát, Titus egy öreg bőröndöt meg egy abverőt, Pofánka egy elsárgult divatlapot meg egy darab spárgát, Bélabá egy horpa tésztaszűrőt és egy doboz szöget, Fityirc meg, nos, ő nem talált mást, csak egy lila kabátgombot. És én már tudom is, mi leszek. Pálmafa, mondta lelkesen Hilda. Én robot. Én meg óriás katica. Én páncélos lovag. Én rendeső pillangó. Én pedig tüskés disznó. Én azt hiszem, egy kukufli leszek, aki lila gombot egyensúlyoz az orrán. Szerintem arra úgyis kufli vagy. Majd úgy teszek, mintha egy másik kukufli lennék, mondta Fityirc. Mikor bealkonyodott a kuflik, elindultak a jelmezbálba. Mire odaértek, a rét közepén már javában állt a bál. Egyensúlyozó elegáns kufli jelmez nyertek. Tapsoljuk meg a győztet. Éljen, éljen, hangzott innen is, onnan is. Bravo, ez nem én. Nincs igazad, elegáns kuflinak költözni egyáltalán nem könnyű dolog. Nem is beszélve az egyensúlyozásról. Így van, inkább örüljünk Fityirc sikerének. Úgy látom, idén nagyon menő dolog a kufli jelmez. Ekkor a zenekar belekezdett, a pattog a kufli végig a réten kezdetű vadonatúj szerzeményt. Hagyjátok, ez rólunk szól! Nem vagy kavics, jönnek meg. Se nem kifli, se nem kukac, simán kufli, ezt mondogasd. Kufli pattognak, mint egy labda, ugrálnak, mint egy bolha, színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka, van köztük nagy. Kicsi, vékony, dagi és olyan, aki néha csuklik. Heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. Csodálatosan éreztem magam, lelkendezett Pofánka. Legközelebb rendezünk mi is jelmezbált, mondta Hilda. Egy olyan, ahol mindenki saját magának öltözik be. De akkor ki kapja majd az első díjat? Kérdezte Valér. Ám a kérdésre már csak hangos horkolás volt a válasz. Hihetetlen, már a film felénél járunk. Na, akkor én el is megyek ebédelni. Brumi óriás lesz. Langyos tavaszi reggel volt. Ha bárki azt gondolná, hogy a kuflik, közismert szokásuk szerint, tétlenül heverésztek kupacok tetején, az téved. Nem heverésztek, hanem ácsorogtak. Úgy tetszett, várnak valakit. Igazából kire is várunk? Pofánkára. Ez a történet vele kezdődik. Figyeld, mindjárt megérkezik a következő jelenetben. Nézzétek, mit találtam! Kiáltotta már messziről Pofánka. Ez meg micsoda? Nem tudom, de olyan cuki! Ezerszer megbeszéltük, hogy nincs cukizás az elhagyatott réten. Bocs, elfelejtettem. Nem tudjátok, mi lehet ez? Egy eltévedt növendékprém kukac? Egy törpe borz téli bundában. Inkább egy sörényes bolhanyú lesz. De hogy is? Ez nem más, mint egy torkos medvegyik. Tényleg, egy medvegyik, mi más? De miért torkos?
Mert hülyesen jó az étvágya. Gyátszuk, illetve aranyos, megtartom. Nem jó ötlet. A medvegyik tényleg nagyon falánk állat. De akkor is, akkor is. Toppantott pofánka. A te dolgod, hagyta rá Hilda. Nem szólhatunk bele. Brumi lesz a neve. Jaj, 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 jaj! Mi a fene ez? Az éhes medvegyik jaj megszékelése. Nem fogjátok elhinni. Brumi megette az összes vadmarcipánomat, és még mindig éhes. Elviszem legelni a rétre. Mintha nagyobb lenne ez az izé, mint reggel volt. A kölyök medvegyikok rendkívül gyorsan nőnek. Annyira édes! Pofánka csak alkonyatkor került elő. Képzeljétek! Brumi először vadsóskát evett, aztán vadrépát és vadzobot, utána vadkrumplit, meg egy csomó vadalmát, végül még egy halom vadmarcipánt is. Nekünk azért maradt valami. Hát, nem sok. Beesteledett. A kuflik épp pöckölös bolhapólót játszottak a kupac tövében, amikor ismét felbukkant pofánka. Van egy kis bal! Brumi megnőtt! Nem félek tőle el az üregemben. Alhatnék ma éjszaka valamelyik ötöknél. Nálam elférsz. Holnap építek Bruminak egy ólat. Másnap reggel kiáltozásra ébredt az elhagyatott rét. Rabló, rabló, valaki ellopta a reggelimet. Nekem is. Meg nekem is. Én pedig aludni nem tudtam ettől a rémes nyammogást. Mi történt veled, Brumi? Brumi, óriás lett. Ez így nem mehet tovább! Tennünk kell valamit! Gyorsan elővették zsebállat határozóikat. A medvegyik kedvence a ragyás banánfüge. Ragyás banánfüge bokrokat arrafelé találtok. Na jó, de hogy vigyük oda Brumit? Felsük ki Zödönt óriás banánfügének, vele talán el tudjuk oda csalogatni. Aztán ott hagyjuk! Biztos nincs más megoldás? Fú, én is pontosan ezt akartam kérdezni. Barátaik szomorúan rázták a fejüket. Pofánka fájó szívvel odaadta nekik a féltve őrzött temperafesték készletét. Micsoda hasonlóság? Zödön nem igazán örült a dicséretnek. Kezdj el sétálni a kupac körül, amikor Brumi észrevesz, szögdítselj a bokrok felé. Zödön megpróbált úgy tenni, mint egy sétáló ragyás banánfüge. Elindult a banánbokrok felé, Brumi a nyomában, a kufliknek követték őket. Szerencsére túl kövér, hogy utolérje. Amikor a bokrokhoz értek, Zödön elbújt, Brumi meg rávetette magát a gyümölcsökre. Gyorsan, lépjük le! Nem lesz szomorú, amikor észreveszi? Őt egyedül a hasa érdekli. Pofánka nagyot sóhajtott, aztán a többiek után osolt. Ez izgalmas volt? Biztos nem fog visszajönni. A medvegyikok mindenre csak egyik evéstől a másikig emlékeznek. Nekem azért hiányozni fog. Majd találsz magadnak másik kedvencet. Valami egészen kicsit, ami keveset eszik. Akkor az nem Zödön lesz? Ezt most megbánod. Kiáltott a Zödön, és kergetni kezdte fityércet a kupac tetején. A többiek nevetve nézték őket. Ettől Pofánka is jobb kedvre derült. Eszébe jutott, hogy Brumi mindenkinek megette a reggeliét. Arra gondolt, hogy majd szerez nekik valami más ennivalót. Szerinted jó vége lett ennek a történetnek? Nem tudom, én csak most érkeztem.
Sziasztok, Mahamanyi vagyok. Én majd négy, ja nem, öt mesével később jövök. Jó, nem is, három. Mondj. A nagy felfordulás. Késő nyári délután volt. A rét virágai álmosan ingatták fejüket a sárguló fűben. Csodálatos időnk van. Úgy sétálnék egyet. Remek ötlet. Tényleg jól esne egy kis testmozgás. Hilda és Béla bá feltápászkodtak, hogy halkan, nehogy felébresszék a többieket, leugráltak a kupacról. Séta, ez csak úgy a séta kedvéért. Sosem tudtam, mit gondoljak a lepkehalakról. Amikor reddesni látom őket odafent, olyan, mintha egy tenger lenne az ég helyén. Bizonyára ők sem tudják eldönteni, hogy két fejűnek lenni furcsább, vagy lepkehalnak. Közben egy kis facsoporthoz értek. Milyen érdekes az az odú. Olyan, mint egy kulcsjuk. Ahol kulcsuk van, ott kulcsnak is kell lennie. Béla bá azzal keresgélni kezdett botjával a fűben. Ezt keresitek? Ezek szerint nálad van. Ha nem így volna, kézen közön eltűnne. Most mi lesz? Azt majd meglátjuk. Béla bá beledugta a kulcsot a lyukba, és elfordította. Nem történt semmi. Csak leesett a kalapom. Ott van. Felrepült? Inkább leesett. A két kufli értetlenül nézett rá. Amikor eltekerted a kulcsot, megfordult a rét. Ennyi az egész. Ritkán ugyan, de megtörténik. Most fent van, ami eddig lett volt, és lent, ami eddig fent. Na, nekem mennem kell. Álljon, Ercsi! Most mi lesz? Megpróbálom visszacsinálni. Úgy látszik, visszafelé nem működik. Akkor örökké fejjel lefelé maradunk. Hidd el, meg lehet szokni. Esetleg próbáltok meg kézen állva. Tanácsolta egy pók. Nem is rossz ötlet. Hú, elég kényelmetlen. Hozzunk segítséget. Valahogy helyre kell ezt hoznunk. Fogták magukat, és két kézen lépkedve visszasiettek a kupacukhoz. Ti meg mit csináltok itt fejen állva? Igazából a rét állt fejre, nem mi. Sürgősen vissza kéne billenteni. Úgy érted, hogy most mindannyian fejjel lefelé vagyunk? Így van, magam sem értem, hogy történhetett. Éreztem, hogy valami nincs rendben. Nem értem. Akkor miért nem potyogunk le a rétről? Talán mert annyira hozzátartozunk. Csak nehogy egyszer mégis lehessünk róla. Van egy ötletem. Ha minden rétlakó összegyűlne valahol az elhagyatott rét szélén, és ott egyszerre ugranánk egy jó nagyot, azzal talán vissza tudnánk billenteni a rétet. Remek ötlet! Hol legyen a gyülekező? A legutolsó bokornál. Az a rét legszélén van. Könnyű megtalálni. Néhány lépésre van az utolsó előtti bokortól.
Sietve szétszélettek. Titusz észak felé indult, Pofánka délnek, Valér keletnek, Zödön pedig nyugatnak. Fityirc meg, na ő szaladgált egy kicsit erre is, egy kicsit arra is. Mi egyenesen a bokorhoz megyünk, mondta Béla bá Hildának, akit szemlátomást megviseltek a történtek. Alig egy óra múlva minden rétlakó ott gyülekezett izgatottan a legutolsó bokor körül. Ha azt mondom hopp, mindenki egyszerre ugorjon egy nagyot. A rétlakók elcsendesedtek. Hopp! Sikerült! Éljen! Én megyek, és visszaadom a kulcsot a vakondnak. Talán jobb lenne, ha ezentúl mi őriznénk. És bármikor felfordíthatjuk vele a rétet? Felfordulás kulcs nélkül is tudunk csinálni. Mit szólnátok inkább egy ünnepi kézenjáró versenyhez? Kézen, szárnyon és csápon járó verseny legyen, hogy mindenki indulhasson. Cél a kuflikupac! Kiáltotta Titusz, mire mindenki elindult. Egymás hegyén hátán ugrabugráltak keresztül az elhagyatott réten. A legutolsó bokor csodálkozva nézte őket. Még csak el nem tűntek a táborban. Az ilyen történetektől fejre tudok állni. Némely reggeleken nagyon szép az elhagyatott rét. Finoman borzolja a szél a harmatos füvet, színes lepkék kergetőznek az ébredező virágok körül. Na, ez a reggel nem ilyen reggel volt. A láthatatlan rét. Ez meg mi? Hová tűnt a rét? Hová tűnt a kedves kupacunk? Fityirc nem látott semmit, akárhogy merezgette is a szemét. Megnézem, mi történhetett, gondolta. Milyen nedves ez a semmi? Ha semmi nincs meg, én hogy meg vagyok? Ki az? Fityirc vagyok. Ez biztos? Tényleg te vagy az? Te és itt vagy, Pofánka. Nem is értem, mi történt. Reggel arra ébredtem, hogy rajtam és a kufli üregemen kívül minden, de minden eltűnt. Én is pont így jártam. Lehet, hogy egy mindenevő járt erre felé. Majd talán egy óriási radír tüntette el a rétet. Az csak akkor történhetne meg, hogyha itt minden rajzolva lenne. Gyere, nézzünk körül, hát ha találkozunk még valakivel. Egymás kezét fogva elindultak, ám néhány lépés után valami ijesztő dologra lettek figyelmesek. Ez meg mi lehet? Talán egy bika? Hogy kerülne a semmi közepére pont egy bika? Például eltévedt. A bika ekkor megmozdult és elindult feléjük. Nyomás innen! Ti vagytok azok. Csak Zödön! Mit keres a hátadon az a ruhafogas? Gondoltam, jobb, ha van vele valami ijesztő, ha útra kelek ebben az izében. És kit akarsz megijeszteni vele? Néhány vadonkószáló nagy kabátot? Ne felejtsd el, hogy minket is megijesztett. Éhes vagyok. Szeretnék végre reggelizni. Ha minden eltűnt, akkor eltűnt a reggelid is. Két űrlény! Valér és Titusz? Te meg hogy néztek ki? Miért öltözik? Arra az esetre, ha nekem jönnék valaminek. A dudálás az én ötletem volt. Így már messziről hallani, hogy jövünk. De így nem tudjátok, minek mentek neki. Teljesen mindegy. Úgyis minden eltűnt. Nem hiszem. Szerintem minden itt van, csak nem látszik. Hogy nem látszik? Szerintem a tejszíntől. Egy repülőcsészéből leöntötték tejszínnel a rétet. Ezért lett minden csupa fehér. Én szívesen leszem azt a sok tejszínt a rétről. Majd Titusz keres neked hozzá egy repülő evőkanalat. Hey! Dobálózni nem ér.
Majdnem átalálhatatok a kalapomat. Ilyen ködben nem tanácsos vödröket haigálni. Ködben? Abban hát. Nem látod? A felhők lefeküdtek pihenni a rétre, nyilván elfáradtak. Akkor most benne vagyunk egy felhőben. Szóval ezért nem látunk semmit. És nem lehet valahogy felébreszteni őket? Dehogy nem. Megvarhatjátok, amíg a nap felcsiklandozza őket a sugaraival. Vagy ébresztődalt énekeltek nekik. Ki tud egy jó ébresztődalt? Én azt hiszem, hogy tudok egyet. Jó reggel! Hívva völt a kakas! Tolla tépet! A hangja magas! Jó reggel! Helbeg a gerle! El is lesz majd te fenekelve! Jó reggel! Brummog a medve! Te kár, hogy nincsen bereked. Jó reggel! Tátog a csuka! Némán beszél, jaj, de fura! Jó reggel! Tűnjük a róka! Miért nincs neki takarója? Jó reggel! Süvölt a láma! Nem is alszol többet, mamma! Úgy látszik, ez a kornikálás tényleg felébreszti a felhőket. Elégedetten látták, hogy kezd felszállni a köd. A fehérségből lassanként előtűnt a zöldellő kuflikupac. Mi ez a rémes óbégatás? Ébresztődal a felhők számára. Mert hét alvó kufliknak. Miért? Lemaradtam valamiről. Nem láthattad a láthatatlan rétet. Sajnálhatod. A felhők közben felemelkedtek az égre. Gyertek máskor is! Kiáltott utánuk Hilda, aki sajnálta, hogy kimaradt a kalandból. De csak is reggeli után. Erről a többieknek is eszükbe jutott, hogy milyen éhesek. Oda integettek a távolodó felhőknek, aztán gyorsan hazaszögdécseltek, hogy ők is keressenek maguknak valami harapnivalót. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a következő műsorszám moha tartalma sokkal magasabb az átlagosnál. Hogy akkor mi van? A kuflik és a mohamanyi. Békés délelőtt volt az elhagyatott réten. A kuflik éppen csendes hason pihenő versenyt tartottak. Psst! Bocsánat, a kupacuk oldalán. Psst! Psst! Ez meg mi lehet? Valaki szomorkodik a közelben. Megnézem, ki lehet az. A következőket látta. Balra egy vidám fűcsomó, jobbra két boldog bögre, lent a kupac aljában néhány gondtalan pitypang, kicsit odébb pedig egy derűs hangulatban poroszkáló lábos csiga. És amott a távolban, ott sem látott más, csak egy mosolyogva repkedő, felhúzhatós műpintjet. Na, de akkor kisóhajtozik. Szerintem egy mohamanyi az! A kuflik csodálkozva néztek Bélabára. Fiatal koromban néhány évig egy erdőben laktam. Ott hallottam gyakran ezt a hangot. Egy moha után sóhajtazó mohamanyi. Nehéz bármi mással összetéveszteni. Keressük meg! A kuflik feltápászkodtak hát, és körbe járták a kupacot. Én soha nem láttam szürke mohamanyi. Szerintem még nem láttál semmit se. Te meg hogy kerülsz ide? Véletlenül. Senki sem keveredik másként erre a világ végi rétre. Eljöttem az erdőből, ahol éltem. Az erdő döjfös mágusa üldözött el bennünket. Kihirdette, hogy a világ legvidámabb erdejében ezentúl tilos a sóhajtozás. Kevés vacak a berdőt láttam. Még moha is alig akad benne. Ezért is sóhajtoztunk naphosszat a társaimmal. Szomorú történet. Gyengének érzem magam. Napok óta nem jutok mohához. Ezért is vagyok ilyen ronda szürke.
Máskülönben pompás zöld a színem. Vagy Sóska nem jó helyette? Puj, csak moha jöhet, semmi más. Akkor nincs más hátra, megpróbálunk valahonnan keríteni. Így is történt, a kuflik szétszélettek a réten. Pofánka a puszpánk bokrok alatt keresgélt, Zödön a cakkos tüskefüvek között kotorászott, Hilda a zselécserjék környékén kutakodott, Valér a gombóc kövek árnyékos oldalát vette szemügyre, Titus pedig egy kiszáradt böhömtölgyet vizsgálgatott. Fityérc pedig hát egy sokat látott tokáskányától kért tanácsot. Na nézd csak, moha! Ó, remek kis moha! Délután lett, mire a kuflik visszatértek. Szomorúan, mert egy szál mohát sem találtak a réten. Nagyon elcsodálkoztak, amikor meglátták a kizöldült mohamanyit. Hát persze! Hiszen annak idején Hilda a kupac mohás oldalára ásta az üregét. Jé, tényleg! Ez valahogy nekem sem jutott az eszembe. Egy szálig megette az összes mohát. Nem ettem meg, hanem bemoháztam. Az nem ugyanaz. Idáig rendben van, de mi lesz ezután? Ha egy mohamanyi 3 napig nem jut mohához, először elszürkül, aztán töpörödni kezd, végül egészen eltűnik. Ki tudna itt segíteni? Én lehet, hogy tudok. De? Hiszen a fatuskók nem is tudnak beszélni. A persze, hogy nem. Kivéve a beszélő fatuskókat. Gyerekek, akkor most segítsák vagy sem? Megkérnénk. A dolog elég egyszerű. Véletlenül van rajtam egy egész kevés moha. Na most, ebből a kevésből akár sokat is lehetne varázsolni. A mókás mohamondók a módszerrel. Figyeljetek csak, megmutatom. Oh, könnyű árontani. Ilyenkor mindig más lesz mohás, nem én. Azért hívják mókásnak ezt a módszert. Nincs kedvem nevetni. Megpróbálom újra. A fatuskó ismét dünnyögni kezdett, pontosan úgy, mint az előtt. Ez az! Mindig valami apróságon múlik, hogy sikerül-e. Varázslatos! 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 Annyi mohát kapsz, amennyi csak akarsz. Ha van kárván, még ide is költözhetsz. Ide a zsebembe. Nagyon kedves tőled! Hogy ez mennyire megható. Nem lenne kedvetek felköltözni a kupacunk tetejére? Pompás kilátás nyílik onnan az elhagyatott rétre. Ezt mindenki jó ötletnek tartotta. Tényleg szép a kilátás! Ezt a nap is hallhatta. Mielőtt eltűnt volna a látóhatár mögött, bíbor színű kalapjával még odaintegetett nekik. Gyerekek! Egyszerűen imádok a filmiparba dolgozni. Nézzétek meg a következő filmemát is. Gyűjtsél te is! Figyércet! Napsütötte őszi délután volt. Béla bá lakó ürege ajtajában üldögélt, és néhány gondosan egymás mellé rakott színes rongyikát tanulmányozott elmélyülten. Te meg mit csinálsz? A majrákta nyakkendő gyűjteményemet rendezgetem. De jó lehet. Nekem semmiféle gyűjteményem nincsen. Csak egy érdekes alakú dobozom. Tökéletes hely volna egy gyűjtemény számára. Nekem volt egy hatalmas vacsóska gyűjteményem. Csak sajnos múlt kedden véletlenül megettem az egészet. Rémesen hízlal, ha ehető dolgokat gyűjt az ember. Gyerekek, szerintem Valér biztos találna valami érdekes, hát, ha körülnézne a réten.
Teszem azt, ott vannak az ormányos gyíkok, levedd le tüskéi. De Undi, ki akarna gyíktüskéket gyűjteni? Az ilyesmi ízlés dolga. Gyűjtsél te is ilyeneket. Nem csak különlegesek, de remek szobadíszek is. Nekem túl lányos az ilyesmi. És a villamos jegyek? Nekem már van 7 darabom. De hát nem is jár villamos az elhagyatott réten. Az igaz, de egy-egy jegyet mégis ide fúj néha napján a szél. Valér csak a vállát vonogatta. Mi lenne, ha szerveznénk Valérnak egy gyűjtő expedíciót? Te izgi, azt hogyan kell csinálni? Nem nagy dolog. Csak elindulunk és kész. Aztán jó alaposan körülnézünk a réten. Hát, ha találunk valamit, amit szívesen gyűjtene Valér. Legalább közben kirándulunk egy jót. Mivel gyűjtő expedícióról volt szó, Hilda vitt magával egy hálós bevásárlószatyrot, Pofánka egy rózsaszínű hátizsákot, Béla be egy öreg bőröndöt, Titusz egy sportáskát, Zödön egy zsákot, Valéra furcsa alakú dobozát, Fityirc pedig... Tényleg, hol van Fityirc? Fityirc, Fityirc! Kiabálták a kuflik, de válasz nem érkezett. Biztosan valami más dolga akadt. Így aztán Fityirc nélkül indultak el. Vidáman szögdécseltek az őszi virágokkal petyezett réten, amikor Béla bá hirtelen megtorpant és a földre mutatott. Micsak! Pikkelyes mászócák! Látod Valér, milyen szépek! Nem szeretnék olyan gyűjteményt, amelyik bármikor szerteszét mászhat. Ezt nézzétek! Zödön egy fél pár rongyos papucsot emelt ki egy bokor alól. Biztos lehetsz benne, hogy ilyet senki sem gyűjt az elhagyatott réten. Lehet, hogy ez nem is véletlen. Inkább gyűjtenék valami kevésbé ronda dolgot. Mint az ott? A madárra gondolsz, amelyik azon a nagy csíkos kövön ül? Nem! A nagy csíkos követ mutatom a madár alatt. Hogy tudnék hazavinni egy ekkora követ? Sehogy! Ez egy szabadtéri gyűjtemény volna. Valér csíkos óriás kő gyűjteménye. Ez lenne a neve. És amikor nézegetni szeretném a gyűjteményemet, mindig körbe kellene ugrálnom az egész rétet. Dehogyis! Ezen kívül nincsen több csíkos óriás kő a réten. Egy darabos gyűjtemény lenne. Nem gondoltál még a bárányfelhőkre? Annyi féle van, és olyan szépek. De állandóan változtatják az alakjukat. Nem tudnám megjegyezni, melyik. Ráadásul el is szállna. Megvan! Gyűjtsél pacsolyákat! Az annyira különleges lenne. Eső után rengeteget találni a réten. Hogyan kell pacsolyát gyűjteni? Gondolom, egyenként. Laborba! Az a kérdés, mitől pacsolja egy pacsolja? A víztől, vagy a mélyedéstől, amiben a víz benne van? Elég! Egy szót sem értek. Talán a pocsolya mégsem volt jó ötlet. Keressünk más gyűjteni valót Valérnak. Éppen átvágtak volna egy szomorka bokor ligeten, amikor váratlanul belebotlottak a fűben fekvő Fityircbe. Te meg mit csinálsz itt? Bámultak rá csodálkozva. Gyűjtögetek! Úgy nézel ki, mint aki heverészik. Ötleteket? Hát heverészve is lehet gyűjtögetni. Azt meg hogy kell? Egyszerű. Csak bámulom az eget, és közben eszembe jut ez az. Egy rugos, bögre görbítő, egy lepke lebegtette lila léghajó, vagy éppen egy csavarmenetes mion kinyomó. Aztán mit csinálsz velük? Elteszem a többi ötletem közé. Hova? Egy boltra vagy ilyesmi? A fejemben bőven van ez ilyesminek. Ez nagyon jól hangzik. Én is ötleteket akarok gyűjteni. Azt mondtad, olyasmi nem érdekel, amit más is gyűjt. De hát nekem egészen más ötleteim lesznek. Ez igaz. Valér megtalálta hát, amit akart. Viszont nem sokára ránkesteledik, barátaim. Irány a kupacunk. A kuflik elindultak hazafelé. Kár, hogy mi végül üres kézzel jöttünk haza. Miket beszélsz?
mi is gyűjtöttünk valami nagyon értékeset. Egy igazi, életnagyságú fitircet. Kiáltotta hangosan Titusz, és hangját vidáman visszhangozta az elhagyatott rét. Azt hiszem, én a saját lábnyomaimat fogom gyűjteni. Nincs itt semmi látnivaló. A filmnek vége, viszont látásra.